Sziasztok! Ma magazin unboxing, Lego Avengers és fekete párducos figura. Na ilyen nem, még úgy sincs, még készletbe se nem, hogy figurába. Azt mondja, fekete párduc plusz szuper repülő. A filmet még nem láttam, úgyhogy majd bepótolom valamikor. Az igen, annak itt aztán minden. Jó kis fapados magazin, hogy lespórolva róla megint a zacskó. Most ezt úgy letépni, hogy ne szakadjon úgy lehetőleg darabokra. Ez a takony ragacs. Ez igen. Na, milyen kemény a fekete párduc. Jaj, na nézzük, mi lesz a kövi számba. Ó, Dr. Strange. Nézzük meg, van-e poszter, hogyan lenne. Azt mondja, hogy érezd a viharom. De nem a fekete párducnak kéne poszteren lennie, ha már róla szól ez a unboxing. Ki van még itt? Ütős robot akció. Mik ezek? Ja? Hirtelen azt hittem transformerek, de nem. Ilyen nagy ruhába levő, ilyen gépi robot ruhába levő hősök. Aha. Na, hát ezzel is okosabbak lettünk. Legalábbis én, aki nem nagyon szuperhősös világban nincs a képbe. Ó, na és legalább itt van az elején a tutoriál, hogy kell összerakni. Végre! Meghallgattak imáink. Na nézzük. Igazi névté, Challa. Challa. Wakanda királya. Super reflex. Elpusztíthatatlan ruha vibrániumból. Az igen. Na. De akkor azt az össze ezt a figurát. Ja, kéne egy olló. Ja, jó kis papírzacskós. Kisztos. Jó van. Ezzel is meg vagyunk. Nem kell nekünk. Az se. Hát láthatólag a figurát, azt nem lesz nehéz összerakni. Mondjuk ilyen figurám még nincs. A fekete párduc. Majd lehet veszek egy készletet, ami az van valami komolyabb fegyverzet, vagy jármű, vagy... Ó, itt van ez a... Macska fül, vagy mi ez, amit így rá kell rakni. Vagy ez fordítva kell? Ja, fordítva, én meg így úgy raktam rá, hogy ez legyen elől. De rossz. Ó, milyen menő. Na, jöhet a verdája. Ja, hogy ezt nem is oda kell rakni. Wakanda forever. Mindörökké Wakanda. Alakulgat a kis röpcsie. Kis mini repülő. Néztem, egész jó készletek vannak hozzá. Már ki tudja, hogy ezt a Dave sorozatban hogyan használnám. Ah, de legalább műszerfalas cucc is van hozzá mini járgányhoz képest, mert azt nagyon... Ja, nem jó helyre raktam, jaj, kihagytam egy lépést. Hát ez tényleg elég mini repülő. Úgyhogy... Milyen szárnyak vannak itt.
ezek a feles, cuccos, kis ilyen kis bigyó, itt, ezeket nagyon nem szeretem mindig ezeket rakosgatni így. Azt mondja, hogy kettőt kell összeraknunk. Aha. És akkor már meg is van a bal oldali. Ez már hatodik lépés, ja. Közben kihagyom az ötödiket. És így ilyen rácsot ide. Hát elég érdekes kis röpcsike lesz ez. Biztos, hogy van valami ilyesmi a filmbe hasonló, vagy ami így néz ki, gondolom. Majd megnézem a filmet. Lesz rá időm, aztán akkor majd kiderül. Így né. Azt meg elvileg így. Na! Akkor gyorsan meg is volt. Akkor most nézzük meg ezt a szuper repcsit, hiszen mint a pók, nem? Valami ilyen kis lábai lennének így. De ugye egész komoly, milyen műszerfal van ott. Kis ilyen kis miniszárnyak aztán. Tök komoly. Hozzá a kis fekete párduc emberünk. Aztán már repülhet is. Egész jó. Tetszik ez a fekete párduc téma, hogy ilyen afrikai király, azt ilyen technológiával fő vannak szerelkezve. Hát ennyi lett volna most ez a kis magazin unboxing. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!